Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon régen nem volt csávításból jeles videó. Igazából ezeknek kettő nagy oka van. Az egyik az, hogy elég sokszor elfelejtek el bejelentkezni a csávításból jelesbe. Kimegy a fejemből, és ugye nincs, ez nem igazán van akciópontom. Ez nem is lehetne semmi probléma, mert általában én vásárolom az akciópontokat. Pont azért, mert egy, feledékeny vagyok, ez már az öregség jele. Kettő. Az nem lehetne semmi probléma, mivel vásárolom őket, azért ugye mindig voltak videók, amiket a jövőben is szeretnék folyamatosan most már csinálni, ahogy eddig, mert amúgy szerettem ezeket az részeket csinálni. Viszont bőtött ez a csodálatos Covid. És hát sajnálatos módon elég sok-sok hónapig hát ezt nem mondtam nektek szerintem, de lehet, hogy említettem, nem biztos. Hát nagyon visszacsappant a sajnos a betevő. Úgyhogy inkább mérlegeltem a dolgokat, és úgy voltam vele, hogy akkor oké, lemondunk a különböző dolgok vásárlásáról. Ez akkor lett volna jó, ha nem fejtek el mindig belépni. Vagy nem mindig, de elég sűrűn. Persze, hogyha fontosan léptem be, azért igyekeztem, amikor persze eszembe jutott, de akkor sem tudtam tartani a lépést, azt, hogy tudjak venni. És úgy készülnek mindig elég rendszerességgel a videók. Na már most. Ez most normalizálódni látszik a helyzet. Úgyhogy remélem, hogy ez így is marad most már. És nem kell negyed fizetésből élni. Úgyhogy, ja. Most már azért lesznek videók. Na de, miért is készül ez a videó? Az, hogy még van az eseményből kemény, durván mondjuk rá 4 nap. És nagyon láttam egyébként különböző a csoportban is, hogy van akinek ugye ez nehézséget okozott, hogy hogyan kell megszerezni különböző cuccokat ennél a karácsonyi eseménynél. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy mivel úgyis majd veszek AP-t, és most szeretném folytatni az epizódokat. Mert ugye tudjátok, az egy epizódhoz azért valamikor 2-3 ezer AP is kell. Úgyhogy, és ezért eléggé vannak. Azt tudom, most mennyibe kerül. Most várjátok, most megnézem. Most csak egy kicsit. Hűha! Igen. Öhöm. Értem, ez is csak 1800, ebből 6000 forintba se jön ki egy videó. Hát, az csodás. Mindegy. Jó. Hogyha egyébként ha 0 AP-m lenne, csak azért úgy számoltam. Mindegy. Az első vásárlatkor ugye ez, ami itt van nekem oldalt, ez a farkas idomár, ezt úgy lehet megszerezni, hogyha veszel AP-t. Például, ha telefonon, azt hiszem telefonról nem is tudom, hogy mennyibe kerül. Most pillanat, csak így gyorsban. Jól emlékszem, 600 forint. De ugye gyorsban lépek a telefon az akkor, nem fog kidobni. Vagy 2 akkunta vagyok belépve. Igen, ott 100 AP kerül 590 forintba a telefonos applikáción keresztül. Nyilván kevesebb AP-t fogsz kapni, de olcsóbb is. Na mindegy. Oké. Szóval vásároltaként egy olyan 700, fogjuk, kerekítsük, mert ez a 60 forint, az már nem annyira durva, 7 és 600 forint körül vásárolsz, akkor oldalt ezt a szettet megkapod, olyan szed, olyan színben, amit te választasz. Én hófehér szettet választottam, és ugye ezt a barna hajat szerintem nekem ez nagyon bejön, úgyhogy ez így marad. Na, viszont menjünk be vissza az eseménybe. Tehát, hogy miről is van itten szó? Hogy kinek, láttam egyébként sok, hogy vannak ezek a cuccok, recept, nem tiszta, nem világos, na most ezt tisztába tesszük, és meglátjuk, hogy remélem, hogy tudok nektek ebben segíteni. És ugye itt előttetek el fogom készíteni az összes cuccot, úgyhogy nem, egyébként nem olyan nehéz, csak egy picit logikázni kell. No, szóval mutatom, tehát. Vendég, izbló, blablabla, oké. Látjátok egyébként, ugye már elkészítettem 2 receptet és 2 étlapos cuccot. El meg fogom mutatni a recepteket is, meg fogom mutatni az étlapot is. Mindent szépről
sorban fogunk menni, és mindent meg fogok magyarázni, és mindent el fogok mondani, hogy hogyan történik, és mivel van még 4 nap ebből az eseményből, szerintem össze tudjátok ti is hozni. Ha valakinek van AP-ja, vagy éppen úgy gondolod, egy picit vásárol, vagy megengedik, hogy vásároljon AP-t, akkor abból is lehet pontokat, maci, MP-t, azaz én így hívom, ilyen kis, ugye CBC zsetonnak hívják, de én MP-nek, azaz maci pont, oké? Okay? Beer café, oké, okay, nekem maci pont lesz, oké? Okay? Szóval, na, és akkor vannak ezek a jutalmak, amiket kaphatunk. Ugye, mint láthatjátok, ugye ez első vásárláskor őt megkaphatjuk, a farkas idomárt. Én vettem is AP-t, direkt egyébként csak a 100 forint, ugye a 600 forintosat, ugye 100-at, nekem az tökéletes is volt, csak azért annyiért, hogy megkapjam őt. Következő, ugye, ez a gyapjuhu, ez azért járt neked, hogyha minden nap beléptél, majdnem azt mondtam, hogy február, de nem tudom, miről beszélek már lassan, decemberben, minden nap beléptél, akkor választottál egy ruhadarabot, meg különböző maci pontokat kaptál, vagy különböző darabszám a maci pontokat, meg különböző cuccokat, és ezek a cuccokba választottad. Ezt, nyilván én ezt a színt választottam, ott is volt egy csomó fajta szín, vagy mit, azt alkotsz össze, amit csak szeretnél. A téli barista és az ajándék, én vagyok ott, azt viszont csak úgy lehet megszerezni, hogyha megcsináljuk, amit majd mutatni is fogok, megcsináljuk ezeket a recepteket. Mindezet a set megszerzéséhez előbb egészíts ki a karácsonyi étlapot, tehát az étlapot, hogyha kiegészítjük kajával, akkor akkor őt kapod meg, különböző, hát már elkezdtem egyébként, de itt nektek ezt be fogom előttetek fejezni. Ez viszont hogyha azt mondja, hogy a szedmenet végezned kell az előkészületekkel, az előkészületek viszont a receptek lesznek. Remélem jól mondom, és nem kevertem össze a kettőt. Jelenleg ez az étlap, ez a recept. Oké. Okay. Tehát menjünk is vissza. Itt láthatjátok, hogy már a maci kávét és a vigasztó csokit elkészítettem. Már ha belépne, nem lép be? Már nem lehet még egyszer megcsinálni. Jó, oké. Okay. Aztán majd belép és meg tudom mutatni, nem baj, megyünk tovább. Tehát, itt oldalán lehet, hogy különböző dolgok vannak, kezdjük is a legelején. Tehát, itt van a fűszeres kávé, amit egyébként egyetlen egy dolog választ el, lehet, hogy megvan már hozzá a tejszín, illetve a fűszerek. A másik kettő, ez még nincs semmim, szóval azt majd ugye alanatúra fogom mutatni. Szóval, fűszeres kávé. Szükségem van még hozzá, ez hiányzik, a teljes kávé. Oké. Okay. Menjünk be a receptekbe. Nézzük meg, mi kell a teljes kávéhoz. A teljes kávéhoz azt írja, hogy kell egy őrölt kávé, egy darab tej és 10 maci pont, és konkrétan 120 perc. Nyugi, nekünk nem fogad tartani a videó. Na szóval. Viszont az őrölt kávét azt úgy lehet megszerezni, hogy kicsit feljebb mentek, itt van őrölt kávé. Azt legyen egyetlen egy darab őrölt kávét, kell hozzá 5 darab kávészem, és 5 darab maci pont, és 30 perc alatt megvan. Tehát, 5 darab kávészem, és 5 darab maci pont. A maci pont ugye nyilván, hogyha játszol, vannak, ez ilyen játszom, ilyen memória, hát most ki fogok mindjárt lépni, gyorsan, oké. Okay. Ah, basszus, ezt adja be, nem akarok játszani. Én csak, na jó. Most ez milyen béna vagyok. Jesus! És akkor ide hogy pontokat, maci pontokat szerezni. Egyébként nem tudom, hogy most koncentrálok amúgy. Azt sem tudom, ez hol volt, mit tudom én. Segítség, Jesus, Marius. Üssekavicskő. És ugye ez nyilván időre megy, mert miért is ne. Egyébként a memóriám az nagyon rosszul, úgyhogy... legalábbis ebből a szempontból. Főleg, hogyha mondjuk valaki tudom, hogy néz, és mondom, teljesíteni kell, hogy úristen, ne felejtsd el a dolgokat. Mamma mius, mamma mius! Jó, oké, nem. Jaj, Istenem. Oké. Okay. Az egyszerűbb, hogy is egymás mellett vannak a dolgok. Igen, ez jobban tetszik. Ez itt volt valami jó. Nem jó! Nem,
ilyenkor még rosszabb. Úristen, azt fogjátok hinni, hogy izé vagyok, tudod, fogyatékos. Mert amúgy az vagyok, csak így... Mindegy, ezt most nem akartam, de 5 pont, oké. Nektek biztos, hogy jobban fog menni. Na, szóval, ennyünk tovább. Tudom, béna vagyok. Tudom, de féljetek. Én is tudom. Na, szóval, és így tudok ma zsetonokat szerezni, egy nap ugye többször lehet játszani, nem 500 milliárdszor lehet végig ezt végigvinni, de azért elég úgymond idézőjelben sokszor, úgyhogy, de most bocsássatok meg, de most keltem, úgyhogy én ehhez most nem. Vagy természetesen AP-ból is lehet vásárolni maci pontot, én most jelenleg annál a funkciónál fogok maradni. Szóval fűszeres kávé, ugye szükségem, amit mondtam, ugye úgy van, hogy bocsánat, szóval, fűszeres kávé, ugye mit mondom, szükségem van teljes kávéra. Ugye bent a receptekben megírja, hogy mi kell a teljes kávéhoz. És nekem azok a cuccok már megvannak. Vettem 5 darab sima a butik, itt lehet vásárolni, különböző alapanyagokat. Ha nem akarsz várni különböző dolgokra, hogy én most le fogom készíteni a teljes kávét, akkor megveheted elég sok maci pontért, megveheted a különböző hozzávalókat. De az tényleg nagyon sok pont. Igaz, az elkészítése, amikor megcsinálod a receptben, az is elég költséges, ha a végén kiszámolod konkrétan, de még mindig kevesebb, mint hogyha itt egyben megvennéd. Persze, egy ilyen teljes kávé elkészítése 2 órát vesz igénybe, ha mondjuk megcsinálod napközben, ránézel, megcsinálod, később 2 óra visszanézel, akkor meg lesz. Tehát így van, itt az idődet, úgymond, az idődet kell megfizetni. Ennél a résznél. Viszont ugye van csomó, ugye nyilván ezek a nagyon drágák, ezek a fő alapanyagok. És a kicsik olcsóbbakból tudod megszerkeszteni a nagyobb alapanyagokat. Tehát itt van kávészemek, ebből kell 5 darab, tehát ha most nem veszek, de már megcsináltam, de ha veszel 5 darab kávészemet, akkor 3x5, ugye tudjuk mennyi, akkor abból megkapod igazából ezt az egyet, tehát veszel 5 darab ilyet, visszamész a receptekbe, írni is fogja neked, hogy van 5 darab kávészemed, rákattintatsz arra, hogy sütés, főzés, és konkrétan 30 perc alatt, ha van persze 5 maci pont is kell, és 30 perc alatt meg vagy vele. És így tovább. Tehát a cukrozott tejhez is írja, hogy 2 darab, 3 darab tej, 2 darab kocka cukor, de mindjárt a következőknél úgyis mindent fogok mondani, és persze mutatni, és ugye látszik, nekem még nincs meg 3. Tehát nézzük csak meg. Szóval a teljes kávé az mindenhoz is van. 1 darab tejet vásároltam, volt 5 darab sima kávé, amit leőröltem 30 perc alatt, és egy őrölt kávét megcsinált, 10 maci pont, és sütés-főzésre rámegyek. És írja, hogy 2 óra. Hát, most a videó kedvéért ezt most gyors be fogjuk fejezni, és meg is írja, hogy bravo, megvan a teljes kávé. És itt írja, látjátok itt már lent, láthatjátok, hogy itt van 5 darab recept. Kész is van. Ugye 5 darab, plusz egy recept, 5 darab kell. És itt van, kaptam egy nadrágot ehhez a szethez. Akkor jól mondtam a szettet is, oké. Én viszont a feketét fogok választani egyébként, mert már... se rossz, de... Nem, marad a fekete az olyan kis... Hogy legyen fehér... francokat legyen fehér, az kurva... Fehér marad. Folytatás. Szóval, itt vannak a receptek. És a fő recepteket, amit ugye meg kell csinálni, azok ugye itt vannak mind végig, ezek a nagyobb receptek, ezekből kell 5 darabot elkészíteni, elég sok van, úgyhogy tuti meg lesz egyébként, bármelyiket választjátok. Jó, akkor menjünk vissza innen, ki. Fűszeres kávéhoz, már minden megvan összetevő, 15 maci pont kell, persze az megvan. Igazi mester szakács vagy? Hát igen, a következő hozatok, fűszeres kávét, oké. Hey, nyitva a kávézó? Hello! Szia, Erik, nem sajnálom. Erik? Ki az Erik?
Basztus, ki az az Erik, gyerekek? Nem emlékszem rá. Ki az az Erik? Találkoztam én. Vagy hogy új szereplő? Vagy csak szimplán fogyatékos vagyok? Igen, szerintem csak szimplán az. Menjünk tovább. Szia, szia, Erik, köszönjük. Sajnos ma ezzel készülünk a karácsonyra. Bocsi, egyébként mindenkinek boldog új évet és boldog karácsonyt. Olyan, te nagyon jól néz ki a dekoráció. Hát, még szép. De ki ez az Erik? A kis hableányból? Vagy ki ez? Mindegy. Amúgy szükségem lenne egy tesztelőre az új receptemhez, amit szeretnék hozzáadni az étlaphoz. Kávén kívül nem nagyon iszik mást. Hát én megpomosítom egy kis teját. Szóval nem lesz a pasim. Pontosan tiltakedes is kísérleti nyúl. Kávé különlésségről van szó. Fűszeres kávé. Hát jó, akkor most az egyszer feláldozom magam. Jaj, itt a szegény bele ne halljál. Belekotyod, de azonnal meg is állt. Túl forró? Bocsánat, csak épp most... Nem, ez remek. Hát, még szép. Én csináltam, benne volt a szeretetem. Nem tudom, hogy meg tudnám-e inni minden reggel. Mert... A fűzés miatt kedvem lenne hazamenni és feltészíteni a karácsonyfát. Á, remek, épp ezt akartam elérni. Oké? És ugye így van a nagy szettünk, ugye ha megvan egy kész étel, akkor megkapsz a nagy szethez is egy plusz dolgot. És ugye itt most jelenleg az eddig kiemeljük nyakéket, tehát... itt ez. Szerintem ez lesz a fekete-fehér. Én most ilyen fekete-fehér, nem tudom, ilyen fekete-fehérba vagyok most így össze, nem tudom. Na, értitek? Nem tudom, ilyen a fekete-fehér izén van. Most ilyen legyen fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér? Az a baj, hogy túl jó néz ki. Szerintem ez. Na, vagy nem? Vagy te? Nem, vagy de... De mi? Vagy legyen... Nem. Ez marad. Ez szerintem zseniális. Szó, folytatás. Oké, tehát... És itt is látjátok. Szóval nekem viszont meg fogom mutatni a kettő dolgot, ami nincsen kész. Teljes mértékben nincsen kész. Mindegyik hiányzik, láthatjátok, az összes. És a telepos ütőjéből egy... Bocsánat, egy tejszín megvan. De mutatom nektek a következőt, hogy itt mit kell csinálni. Szóval... Télapos ütője... Hajjaj, télapos sütije, ugye a tejszínnél, mondjuk tudom, egyébként, hogy bele kell menni itt a receptekbe. Nem tudjátok, mi kell hozzá. Itt van tejszín darab, 5 darab tej. Vettem ugye 5 darab tejet ugye itt a vásárlásnál. Itt ezt, 5 darab tejet. Visszamész a receptbe. És 5 darab tej, 5 macipont, és már is csináltam. Viszont nekünk most télapos sütijéhez, a másik, ami hiányzik, az a színezett sütemény volt, ami egyáltalán egy darab nincs. Csodálatosan hangzik. Szóval kell hozzá a színezett sütemény tésztához. Egy darab sütemény tésztára van szükség. Azt mondja, egy süti tészta. Hát, a süti tésztához viszont 5 darab liszt kell. Azt viszont már ugye nyilván itt 5 darab lisztet megvásároltam. Visszamegyünk. Süti tészta, 5 darab liszt megvan. 5 darab macipont, sütés-főzés. 30 perc. Oké. Ezt ugye most gyorsan befejezzük. Folytatás. Jó. Következő, ami kell nekem. Oké, már így nincs macipont, de azt mondja megoldjuk. Ne féljetek. Színezett sütemény tészta kell hozzám. Ugye kellett volna még hozzá 2 darab színezék, amit itt bementem a vásárlásba. És itt 2 darab színezéket meg is vásároltam. Ugye itt van, mint mondom, nagyon sok minden. Megvásároltam, és ugye itt mindjárt, és ugye itt el tudnám készíteni 2 óra alatt, ha lenne. De most nincsen macipontom. Ezért ugye vásárolunk mindjárt macipontot. Igen, macipont. Hol voltok vásárolni macipontot? Jesus Marius. Nem. Macipont. Elfejtettem. Júj. Itt van a zsetonok szerzés, na és itt is írja, hogy 10-esével lehet csapatni neki, ugye is látjuk, hogy mennyi AP-ba is fog kerülni. Én veszek most 60 macipontot, ami 120 AP. Csodálatos. Szóval
Télapos üténél tartottam, hogy egy szükségem van még egy ilyenre. Bemegyek a receptekbe. Színezett sütemény tészta. Ugye elsüti tésztára volt szükségem. És 2 darab színezékre. És 10 macipont. És ugye 120 perc. Elkezdte csinálni. De én 10 macipontot fogok fizetni, érte, hogy 2 óra az ne legyen 2 óra. Bravo! És meg is van a következő, amit megcsináltam. És kapok hozzá nyilván egy szintén egy, ehhez egy cuccot. És ez így, ez a set, ez így. Oh my god. Folytatás. És akkor... Minden megvan hozzá, sütés, főzés. Igazi mester, sakács vagy? A következő szóval hozzátok a télapos sütijét. Keresztanyú! Azt hiszem végig kellett volna vigyem az első részt. Öki. Csöppenek a gombolcukrot a karomba. És oda forgattatás. Szia, tia! Jaj, a lányuk! Jaj, Istenem! Vagy az fiú? Oké. Mindegy. Van lányuk? Oké. Hú, de nem vagyok maradva. Te Szent Mária, Szent József, oké. Amikor nem csörögtél, hogy ugorjunk be, ha a közelem három nem bírt magával. Jaj, keresztanya vagyok, hát ez tök király. Oké. Köszönjétek, hát szívesen. Grillandok. Ez lány. Jaj, jó, van ott valami. Most nem vettem észre. Bocsi, ez csak ugye kék volt, és itt 10 oroszlánok voltak. Oké, mindegy, na. Szóval ő lány. Karácsony. Igen, hamarosan kicsikém. Úristen, mindenki... Úristen! És akkor elgondolkozod az életeden, hogy azt, hogy... Még a csábításból jelesben is hamarabb lesz gyerekem mindenkinek, és... Mint hogyha én szeretnék, csak hogy értitek, mire gondolok, hogy... Ott is hamarabb felnőnek a karakterek, és értelmesebbek lesznek, mint én valaha. No problem. Oké. Okay. Menjünk tovább. Nincs karácsonyi fánk otthon? Bocsánat, ittam. Szóval, olyan kis helyes. Na mit szánatok, ha megkóstolnátok az új receptemet, amiről még nem tudtam el, hogy szerepeljen-e a karácsonyi étlapon. Süti? Hát, még szép. Igen, télapó sipkája, bocsánat, nem sapkája, sipka, itt sipka van. Miért hivatalosan is felkerülne az étlapra, előbb szükségem volna néhány véleményre. Milyen jól nézni már ki a kávézó. Én most ottam észre, milyen jól néz ki a kávézó. Hagyjuk már. Hát ez nagyon király. És mennyire jól néz ki, érted, karácsonyfa, meg kiszé, Mikulás bigyó. Lejöttünk tia, azonban egész kóstolat meg sem mukkan. Na, finom volt. Kérek még, na azt hiszem megvan a válasz. És tényleg nagyon finom. Hát, meg szép. Az a ruha. Gyermekeim az úrban. Várjátok. Legyen fekete és fehér mosnyúan legyen. De ez a szín. Ez nagyon jól néz ki ez a szinte. Mindegy, maradunk az eredeti tervnél, tehát vagy fekete, vagy fehér. De a fehér akkor olyan esküvő is lesz, nem? Vagy csak én nekem? Vagy csak értitek? Tehát, hogy... Jaj, jól van, akkor legyen... nem tudom. Figyelj, a nyakék és fehér lapon fekete. Tehát akkor legyen a ruha is. Fehér alapon fekete, mert a masni is fehér alapon fekete kis masnival van. Így marad. Folytatás. Oké. Következő répatorta. Na, azhoz nincs semmink. Szóval mutatom. Szóval kell a répatortához befűszerezett répa. Kell egy karamell. Egyébként azt sem baj, ha felírjátok, hogy mi kell hozzá, mert nem kell mindig visszakattingatni. És egy süteménytészta. Én bevallom, én ezt csináltam. Szóval. Befűszerezett répához, ugye megnézzük a receptet, hogy mi kell a befűszerezett répához. Ott van, fűszerezett répa. Kell hozzá 2 darab a fűszer, és 3 darab répa. Úgy látom, a répát már megvásároltam magamnak, de a fűszereket még
nem, úgyhogy menjünk befűszerezni, vegyünk hozzávalókat itt. Megvettem 3 darab répát, viszont szükségem van fűszerre, 2 darab fűszerre. Az van most 2, 1. Mi? Vissza. Mi? Igen, 2 kell, és itt a vásárlásnál van 1. Jó, hát akkor veszek még, jaj, nem, 1-et. Oké. Visszamegyek a receptbe. És emeletleg most, igen, meg tudom csinálni 60 perc, ami itt nem lesz az, úgyhogy sajnos 10-et fizetnem kell, érte? Kapok érte egy cipellőt. Az a cipellő. Ez se rossz, de inkább a másik, az jobban érik hozzá. Fehér lapon fekete lesz. Oké. Menjünk tovább. Ó, haj! Nem. Amúgy a barna haj nekem nagyon bejön. Megmondom az őszintét. Ebben a játékban most nem tudom miért szerelmesedve a barna hajba. Gyerekek. Nem tudom. Semmi szín, semmi izé, a barna. Az ilyen természetes színek most annyira bejön, hogy nem tudom mi van velem. De amúgy ez illik hozzá, vagy a fekete. Mindegy, szerintem marad ez, különleges, jól néz ki. Oké. Tehát, már csak 11 pontunk van, maci pontunk, jaj, de jó, ugye? Megvan a befűszerzett répán, kell hozzá egy karamell. A karamellhez, ha meg tudjuk csinálni, kell 5 darab cukor. Jó, vásárolunk 5 darab cukrot, nem lesz elég pontunk. Nagyon jó. 15 pont kéne. Nem tudok annyit. Jó. Utállak, te játék. 10 maci pont. 20 maci pont. 30 maci pont. 50 maci pont. Szóval, karamellhez kell 5 darab cukor. Vegyünk 5 darab cukrot. Egy cukor, két cukor, három cukor, négy cukor, öt cukor, 15 izé. Oké. Vissza a recepthez. Már is meg tudjuk csinálni a maci pontért. És elkezdi csinálni. Persze, nyilván, ha szeretnétek, nyugodtan várjátok meg. Mondom, 4 nap van. És minden nap lehet csinálni ilyen zsetonokat, lehet szerezni játékkal, memóriajátékkal, szóval nyugi. Mert ha van felesleges AP-tek, akkor nyugodtan vásároljátok le. Én jelenleg már múltkor is vettem, és 1600 AP-m volt, tehát ilyen, most elég még 1200-ra mondjuk, akkor ilyen 400 AP-t úgymond ösztögettem el. Na, átugorjuk, megvan a karamell. És a répa tolt az utolsó elem, pedig a sütemény, a tészta. Bemegyek ide a vásárlás, nem, az egyszerűtekbe, bocsánat, és nézzem, a süti tésztához kell 5 darab liszt. Bemegyek ide, akkor veszek lisztet, 5 darabot, 1, 2, 3, 4, 5 darab liszt, megveszem, vissza a receptekbe, elkészítjük, mint most tegyük fel, hogy várakozunk. Megvártuk, sütemény tészta, jubi! És ahhoz, hogy a répatortát megcsináljuk, kell hozzá 15 pont. Hát ezt nem hiszem el. Mennyi pontom van, én szerencsétlen van állat? 11, jó, 4 darab pontra van szükségem. És megveszem 8 AP-ért, igen. Így, és most megvesszük. Tudi! Bravo! Azt mondja, tudom, hozzá répatoltad egy teljesen új, egy teljes karácsonyi étlapod. Nos, melyik művészről van szó? Hogy? Hát milyen ruhája van ennek a nőnek? Hallod? Az tél van, azt nem kegyesítik ki neki. Hát jó! Én elhiszem. Oké, bocsánat, szóval használhatok ért, de most nem. Amúgy tök jó, tök csinos. Tök jól van megrajzolva. Ez nekem ott van. Ez tök jó. Úristen. Csak itt úgymond fáznék télen, mondjuk meg így közlekedni mondjuk. Na mindegy. Egy eseményen még azt mondom, egy ilyen
elhívnak valahova, mert hogy csiliárdos vagyok, és akkor izé mehetünk, és akkor megmutatjuk, hogy ki ott a Jani a gáton, de így, itt van egy kávézóba, mit veszel fel kicsi? Semmit, ja, jó. Azt kérdezed, hogy ugorjak be, és mondjam el a véleményem valamiről, tudom, mindig rohanok, az új ögyönszer lehet felfedezni. Ó, lehet, hogy pontosabban kellett volna fogalmaznom, de úgy értettem, csak ha amúgy is erre jársz, és most nem egy művészről van szó. Ő meg ki? Ez úgy néz ki, mintha Castiel ne csak átoperáltatta volna magát gyorsban. Vagy csak... ő meg ki? Tényleg ő ki? Úristen, csinálnom kell a csábításból jön, és nem tudom, hogy kik ezek. Szégyellem magam, de nem tudom. Oké. Okay. Egy új receptről szeretném kikérni a véleményedet, amivel szeretném gazdagítani a karácsonyi étlapomat. Ó, rendben, a kedvedért átvedlek étet... nem kritikus. Oké, de te ki vagy? Castiel, nem lehet. Nem operálhatod át magát? Habár bármit kinézek most már a játékból. Remélem, azt adott elép a tortát. Valami jól néz ki, és már vagy 1000 éve nem ettem. Ja, fogott egy villát. Jael! Fogott egy villát és megkóstolta. Jael! És ki ez a Jael? Oké. Megálltam az egészet? Jó, ha jól sejtem, akkor az azt jelenti, hogy mehet az étlapra. A legcsekélyebb két hely nélkül, igen. Ha megeszed az egészet, nem fog így kinézni. Ott nő egy harmadik cickó, mert... Ségesen extra receptet, az ajándékén mondjuk gyűrű. Azt most ezt honnan lássam? Most ezt ki lehet nagyítani? Bocs, kirenítem a játékot. Tudom, hogy elég pixeles lesz, de... az egész... krómot... kinagyítottam, de... és ezt most... honnan kéne? Ja, hogy... ja, várj, ránagyítok még a gyűrűre. Ehem. Bocsássatok meg! De nem látom, hogy mit választok. Én lehet, hogy öreg vagyok. Azt kell mondanom. Fekete gyűrű? Nem. Fehér? Ja, ott van a másik ujja. Oké. Okay. És fehér arany nincs? Jó, akkor ez lesz a fehér arany, jó? Oké. Okay. Kiszanagyítjuk. 150, 120, 110, 100%. Oké, okay, így van normális állapotban. Jóvá hagyjuk. És tadá! Folytatás! Ó, vége ezt a karácsonyi receptekkel, hogy teljesebb legyen a karácsonyi ruhátárad, íme ajándék, én vagyok Paróka. Oké, okay, ez nagyon Lady Gaga-s. Amúgy ehhez egy barna nagyon jól illik. Vagy egy szőke. Mert ez a fehér, vagy ez a fekete még illik hozzá. Sajnos a fehér, ha kontrasztban akarunk lenni, akkor nem jó. Tehát alul itt is fekete a cipő, ugye? Ez itt ugye fehér, ugye ez itt tört fehér, stb. De ez ilyen volt csak. És akkor itt is feketének kell lennie. Tehát vagy feketét választok, vagy barnát. Ha bármi előtt, az el fog ütni. Itt amúgy egész, hogy itt is vannak barna motívum, aki toldat itt a farkasoknál. Tehát itt van barna motívum, azért lehetett barna haját is választani hozzá, amit tökre illik hozzá így. Meg a cipő is barnás, a bányalatok vannak benne. Úgyhogy ez így király. Viszont itt semmi ilyen nincs. Úgyhogy fekete haj marad, hogy a kontraszt meg legyen. Okés. Hát ez... oh, micsoda sminkjük van, hallod? Micsoda? Ez kancsal lett. Ja nem, csak visszanézve. Oké. Okay. Ezt tökre megváltoztak. Te jó úristen. Te jó... ő nem áldozott semmit. Ő sem, ez csak izmosabb lett. És... levágott a haját, oldalt érdek, és le volt vágva neki, ott le volt fel, vagy nyírva. Tényleg ruhát váltottak. Sok-sok éven keresztül ez nem sikerült. Király. De most itt ő itt edz. Ő szegény, ő mindig ilyen edző lett, és akkor... egyre barnább szólizik? Vagy mit csinál? Jó van, mindegy, a érdekes meglepetések tárházába kerültem, hogy én is uraim. Esküszöm, jobb lett a sminkje. Sokkal. Na mindegy, oké. Okay. Köszönöm nagyon, hogy eljöttetek erre a kis idő összeröffenésre. Valami különlegessel,
Oh, hello! Különleges szerettem volna megköszönni, hogy egész évben támogattátok a kávézót. Oh! Ah, Castiel is megvan, oké, okay, hála Istennek. Ja, akkor nem lett tűzni, nem Castiel volt, aki átapáltatta magát, hogy más néven fusson be. Egy karácsonyi estét szívetellel csak nekünk, a barátainkkal és a legkülségesebb vendégeinknek. Főleg Eriknek, aki a kávé fogyasztásával a bevétel hányadáért felelős. Igen. Mivel itt van a város legjobb kávéja. Hát, hogy tud bókolni? Ha, kösz. Ma este még az új étlap élesítés előtt megkóstolhatjátok a téli étlapom újdonságait. Már alig várom, hát persze, már mindenki bezabálta. Nem, 1600, azt hiszem 1600 vagy 1700 körüli apém volt, azt emlékszem. Mindegy, ilyen 500 AP durván akkor is. Nagyon, majdnem, hogy elment. Úgyhogy ez, erre így számítsatok, hogyha mondjuk teljesen a nulláról kezditek, és mondjuk csak egy kicsit játszatok vele, ezt nem is csináljátok meg egy szinte egyáltalán, de ezzel is szereztek a pontokat, akkor tök jó, ügyesek lesztek. Még van 4 nap, no problem. Azt mondja, hatalmas köszönet Ninának, aki segített összetenni ezt az étlapot, és aki megedemli az évszázad, sőt a bolygó legjobb pincérnője díjat. Nem is tudod, hogy brutális fizelmen is se jár ez a cím. Erre majd még visszatérünk. Köszönjük, hogy megszerzed az estét, és nagyon jó, hogy együtt lehetünk. Hát igen, végre! Tudtam ez a játékkal játszani, el sem hiszem. Szóval, gyerünk, ne húzzuk tovább az időt, szóljátok ki magatokat. Zenét! Remek munkát végeztél, szerint tudomásommal elbújtok melletted. Azt arra jól emlékszem egyébként, hogy átvettük a kávézó irányítását. Mi vagyunk a tulajok, azt hiszem, ugye? Szerint tudást, vagy az süti művészmestere. Ja, meg kell mondanom, hogy egy komoly konkurenciát akadt a piacon. A fűszeres kávé igazi finomság, muszáj lesz eljönnöm minden nap, minden reggel. Én nem akarok összejönni. De Castiel-re sikerült, hát igen, ilyen szép formán. Vagy ő. Nathaniel, hello. Mizu. Mizu amúgy. Mizu, rég találkoztuk, hello. Igen, az, még gyakrabban kell majd találkoznod velünk, mint korábban. Hát mindig szívesen látlak titeket. Milyen jó már! Ezt. Megnyitjuk új lapon. Micsoda! Bocsánat, csak kinagyítottam. Tudom, kicsit így pixeles, de... Milyen cuki ruhám van? Halljuk már meg. Hogy zabálja a muffinokat. Az a kávé. Azt én is innék egyet. Ezt tetszik ez a kép. Ez nagyon jó. Ezt halljak meg nagyon jó. A nosztalgia izé. Nosztalgiába jöttem át. Nézd, már rá tudott öltözni. Ez most... Igen. Most végig ruhában van, nem pedig izé edzőstucba. Behalok. Eskü. Ez tetszik. Gyerekek? Ez nagyon jó. Tök jó. Az a forró csoki. Hát jó, hát megszereztük. Igazából. Kis mézes kalácsom. A karácsonyi étlapot tökéletes. És ez a répatorta eszméletlen. Hát köszönöm szépen. Ha szeretnéd készíteni a téli kollekciódat, nézd be Light boltjában, nálam megszerzett szettjeid, minden szimuláció megvan. Boldog ünnepeket, csöpp keresztanyom, hát nagyon köszi. És akkor így itt mondtam, egyébként különböző színekben vannak, úgyhogy érdemes, ha valakinek mondjuk szeretné átvariálni, akár a farkasokat ugye mellé, vagy bármi hasonló, akkor itt ugye nyugodtan lehet. Mert van nagyon-nagyon sok, természetesen nagyon jók ezek a variációk amúgy. Legalábbis szerintem, ugye én fehér farkasokat választottam hozzá. Úgyhogy tényleg rengeteg minden van. Úgyhogy, ja. Wow! Úgyhogy, itt is milyen sok fehér cucc. Jaj. Jú. Igen, mert itt nem volt fekete alapon. Csak ez volt, de ez is szürke. Szürkés. Na jó, hát szerintem gyermekeim az úrban ennyi lett volna szerintem az event.
Igazából én ezt mondjuk ki is végeztük teljes mértékben, mint láthatjátok. Úgyhogy nekem ez így sikerült, nem tudom kinek hogy fog. Látszik egyébként nagyon sok, elég sok ugye, fekete-fehér stílusban volt, vagy csak szimplán fehér és ilyen barnásos. Ugye már ugye ezt a szetet tettem hozzá, de én ugye más parókát választottam hozzá. Úgyhogy úgyhogy minden egyébként meg lehet szerezni. Ugye mondtam, hogy ezt akkor tudod összefarkasolni, mert csak akkor lehet megszerezni, hogyha vásároltok apét. Ezt a két szettet meg lehet szerezni, nyugi, még van 4 napotok, és már csak 7 óra. Meg lehet szerezni, hogyha ugye csináljátok ezeket a recepteket, illetve ha kész vannak a sütemények. A legszélső, a gyapjuhó úgymond, azt akkor lehet megszerezni, ha minden nap december 1-től december 24-ig beléptetek. Ha ez nem lett meg, akkor külön a butikban kell megvásárolni hozzá a... hát a, úgymond a dolgokat. Úgyhogy igazából ennyi. Én remélem, hogy tudtam benne segíteni. Ezt az utolsó, még úgy mindig 4 nap van, szóval aki még nem tudta megcsinálni, vagy nem értette, vagy valami, akkor szerintem remélem, hogy érthető, és még van a pétek, illetve ha akartok, vásároltok, stb., akkor így ezt meg lehet csinálni. Úgyhogy nem nehéz, csak egy kicsit ugye úgymond össze kell kalkulálni a dolgokat, úgyhogy... hát remélem, hogy segítségetekre voltam, és hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, lesz jövőben, a jövőre, azaz ebbe az évben Cséjé. Esküszöm, ha rendbe jönnek az anyagi dolgok, meg minden, akkor veszek még apét, és ugye természetesen folytatom tovább ott, ahol abba hagytam, végigvisszük, és visszük tovább a szerelem és életbe is a cuccokat. Jézus Mária, Szent József! Milyen hangok, te jó úristen! Bocsánat, csak ez most több... What? Itt a busz... Gimi? Te jó ég, de rég láttam, te jó úristen! Egyetem... Wow! Oké, okay. Folytatni fogom az egyetemet. Úgyhogy, ha az megvan, akkor irány a... Nem a gimi, hanem a... Az autó. Vagy mi? Igen. Add vissza a szerelmes életbe. Ez az egyetlen, ez meg a gimibe. Jaj, de jól megcsináltak, ezt nem is láttam még. Ó, oh, wow. Ó, oh, ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Jó. Hát, amúgy. Én tényleg nagyon köszönöm, amit rendelnek minden. Folytatom minden egyes, ugye, ponttal, dologgal, hogyan kell választani, stb. Tudom, hogy elég durván azért van a lemaradás, mert... ugye itt van, azt mondja, hogy van az Élet a kampuszomból még 4 epizód, illetve a Szerelmes Életben is van már 4, úgyhogy 8 epizód, az wow. Wow, úgyhogy hát van mit behozni, van mit behozni. Úgyhogy ő meg kicsoda. Jaj. Oké, hát vannak itt dolgok. 3. 2. 1. Szerelmes élet! Jó, úgy hát így... Oké. Tényleg nagyon szépen köszönök mindent. Úgyhogy találkozunk a következő epizód alkalmával. Ki, hogy lesznek még, ugye, nyilván gondolom lesz szerelmes event is. Nem sokára, szerintem adjuk ki másfél hónap múlva. Ugye jönni fog, valószínűleg tartom ugye a Valentin napos event. Úgyhogy azt is már megpróbálom nektek így megcsinálni, hogyha van rá igény. Hogy mit, hogyan kell, stb., akkor nagyon szívesen megcsinálom, és persze, ha van elég apém, akkor be is fogom mutatni. Ha nincs elég apém, akkor megpróbálok vásárolni, ha belefér a büdzsébe, mert most sajnos olyan helyzetek vannak, már jobb, de olyan, az sajnos a vírus olyan helyzeteket szült mindenkinek, ami azért mérlegelni kellett, hogy mi a fontosabb, ugye természetesen. De ez igyekszem majd, esküszöm, úgyhogy addig is szép napot nektek, boldog karácsonyt, ha még nem kívántam volna elégszer. Boldog új évet, ha még nem kívántam volna, már arra nem emlékszem, és igazából kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, helyrerázzuk a dolgokat, itt ez az új év, újra tesszük, újra kreáljuk, újra kezdünk.
és jobb lesz, mint a jövő évi. Vagy a jövő, arra remélem az is, de jobb lesz, mint a múlt évi. Úgyhogy szép napot nektek, és sok-sok kaszinótojást, és sok-sok süteményevést még, és mivel még szünet van nektek, akinek ugye nyilván szünet van, mert iskola van, hát azoknak meg még jó pihenést, és hát csepetes zsíresre fel a jövőre is. Sziasztok!